Tovább menettel, és most már az európai porondon is a Cetef Egernői csapata. A bajnokok kupája negyeddöntő egri visszavágóján az első negyedben még tartotta magát a vendégegyüttes, de a második játékrész 5-1-es egri rohamával már nem tudtak mit kezdeni a görögök. A 4 gólos Olympiakosz hátrányból a végére 2 maradt, 13-11-re nyert Kelemen Attila csapata. A hazaiak közül Antal Dóra 6 góllal járult hozzá győzelemhez. A megbeszélésen és én is úgy láttam a lányokon, hogy senkiben nincs az, hogy úristen, mi most egy bajnokok kupáját játszunk. Mindenki úgy állt hozzá, mintha egy normális mérkőzés lett volna, és azt hiszem, hogy így jártunk jól. Az egriek így 2 győzelemmel jutottak be a 4-es döntőbe, ami nagy valószínűséggel a LEN döntése alapján Egerben lesz április 26-án és 27-én. Most már kicsit éhesek vagyunk, én úgy gondolom, és ráadásul itthon is játszunk. Hát a cél a csúcs, hát más, még mindig is ez volt nekem a edzői hitvallásom, hogy ahol indulunk, ott mindent meg kell nyerni. Hát pláne itthon leszem, hogy a közönséget ki kell szolgálni. Most látszik egyébként, hogy milyen erős csoportból jutottak tovább a második helyen az egriek az első körből, hiszen az ottani első 3, a görög Vujameni, a Cetef Eger és az orosz Kirisi egyaránt bejutott a Final Four-ba. A negyedik továbbjutó a spanyol Sabadell lett. Szombaton a hazai bajnokság alapszakaszának 12. fordulójában Szentesen játszanak Antalék.